Az unok testvéremékhez betörtek, és elvittek egy csomó mindent. Nagyon megijedtünk, arra gondoltunk, hogy mi lett volna, ha betörnek hozzánk. Én még pici voltam, nem értettem a helyzetet, de most már így nagyobbként megértem, hogy mit jelent az a betörés, meg a bűncselekmény, és én soha nem szeretném ezt elkövetni. Tehát a büntethetőség alsó korhatára 12 év lett. A mai naptól. Jó, tehát ezt fontos tudomásul venni, hogy már egy 12 éves gyereknek kell, hogy legyen olyan felelősségtudata, hogy megértse, hogy mit szabad és mit nem. Az emberek a törvényekkel hogy vannak? Hogy inkább betartják, vagy inkább nem? Hát vannak olyan emberek, akik betartják, vannak olyanok, akik nem. Akik nem tartják be, azok valószínűleg egyszer börtönbe kerülnek mindenképpen. Akik betartják, azok meg szép életet élhetnek. Mit csináljak? Hova tegyem a pénzemet? És hogy tartsam a táskámat? Megmutatja valaki? Gyere! Mit csináljak ezzel a táskával? Hogyan tartsam? Na? Így fogd, és így mindig fogd, hogy vigyázz rá, hogy ne tudják kinyitni. Mutasd meg a többieknek, nézd csak! Így fogd. Látod, a kamerám fele is egy picit, hogy fogjuk ugye a táskánkat. Olyasmi, hogy korrupció, és ilyesmiről hallottál már? Húha, a korrupcióra hallottam arra a szóról, csak nem tudom nagyon mit jelent. Időzzünk el az idegenekkel való viselkedésen. Ugye sokszor jártok ti egyedül. Hogy mit kell tenni akkor, hogyha valaki kellemetlenkedik veled, követ, utánad megy, szól. Mit tud egy kisgyerek ilyenkor tenni? Meg ha nappal megyünk, azért úgy legyünk emberek között. Ne menjünk úgy egy üres utcán, mert akármi érhet bennünket. Például a Bándi Kata meggyilkolásánál egyedül ment az utcán, legalábbis én úgy hallottam, mert egy csomó monda létezik, hogy ment meg minden, hogy egyedül ment este az utcán, és ott kapták el.